hány olyan esetet tudunk mondani minden egyes politikai párt részéről, ahol valami rossz nyilatkozatot mondott egy politikus. Sőt, hát ez a nemzetközi politikában is előfordult, például amikor a palesztin, vagyis az izraeli elnök azt találta mondani, hogy Magyarországot fel lehet vásárolni, nem pont ezekkel a szavakkal, de ebben a szövegkörnyezetben utána nagyon helyesen korrigálta, és azt mondta, hogy ez egy rossz megfogalmazás volt, és elnézést kért a dologért. Én sem gondoltam úgy, hogy le kell mondania, hogy nem tudom, mit kell neki csinálni. Jó, mert nem is azt mondta, hogy Magyarországot kell felvásárolni, tehát itt az üzleti szférára gondolt. Én csak azt akarom mondani, tehát, hogy szerintem is helyes döntést hoztak, nem kell ebben kapkodni, teljesen jó korrigálták azt az egyébként rossz nyilatkozatot. Itt az a lényeg, hogy megtörtént a dolog.